Kifutott az első balatoni médiahajó, a tó jövőjéről tanácskoztak a térség meghatározó szereplői. Összefogtak a kárpátaljai magyar színjátszásért, színész osztály indul Beregszászon. Alázatra tanít az ökölvívás, a vigasságok terén csaptak össze a sportolók. Köszöntöm a Somogy Televízió nézőit, híradónkat látják! A Balaton jövőjéről tanácskoztak a térség meghatározó szereplői az első balatoni médiahajón. A főszervező Somogyi Hírlap célja a hagyományteremtésen túl a tó turisztikai irányának meghatározása volt. A magyar turizmus mutatói 2010 óta 63%-kal emelkedtek. A szálláshelyek árbevételei 115%-kal nőttek az elmúlt időszakban. A magyar kormány éppen ezért kiemelten kezeli a turizmus vendéglátás területét. Komoly forrásokat, összességében több mint 800 milliárd forintot bocsájtott az ágazat rendelkezésére. Komoly elvárást is megfogalmazott, 2030-ig a turizmus vendéglátásnak kell a magyar nemzeti össztermék 16%-át termelnie. Majd 10,5%-kal ekkorát nőnünk. A célunk az, hogy az osztrák mutatószámokat a turizmus vendéglátás 2030-ig elérje, és el is fogja érni. A Balaton az utóbbi időben látványos fejlődést produkált, különösen a főszezonban. A kormányzati támogatásoknak köszönhetően pedig végre van jövőképe a balatoni régiónak, emelte ki Vicman Mihály, a térség országgyűlési képviselője. Végre 2010 óta egy olyan kormányunk van, aki valóban partnerként, szövetségesként tekint a Balatonra, az itt élő emberekre, az itt működő önkormányzatokra, vállalkozásokra, civil szervezetekre egyaránt, és nem csak a szavak szintjén szeretné támogatni a Balatont, hanem ehhez most már forrásokat is rendel hozzá. Történelmi példaként említettem azt a 370 milliárdos fejlesztési csomagot, amelyről a kormányhatározat született, és jó néhány projekt ezek közül már előkészítés alatt van, illetve már vannak megvalósult, befejezett projektek, és a jövőben azért kell dolgoznunk, hogy ezekből minél több, minél hamarabb megvalósuljon. Ugyanakkor továbbra is cél, hogy a régió egész évben fogadja a látogatókat. Ami talán a legfontosabb cél, hogy ne csak a nyári szezonban, ne csak nyár kapcsán, ne csak a Riviera hívószóval szólíthassuk meg a vendégeinket, hanem valóban egy minimum 3, de inkább 4 évszakos üdülőhelyé változtassuk az elkövetkezendő 10 esztendővel a Balatont. Erről hallhattunk, azt gondolom, hogy igen, megalapozott és felkészült hozzászólásokat. Végre ugye egységes régióként, egységes turisztikai fogadóterületként tűnik fel a Balaton. Ma megszűnt már az, hogy a balatoni települések egymástól akarnak vendéget átsábítani, ma már közösen dolgozunk azon, hogy a Balatont bemutassuk. Ennek érdekében az ágazat szereplői létrehoznak egy olyan szervezetet, amely megalkotja majd a balatoni márkát. Még ebben az évben megjelenik egy olyan program is, amely a 150 szoba feletti hotelek fejlesztéseit segíti. Siófokon az ősz beköszöntével sem áll meg az élet, szeptemberben is változatos programokkal várja a látogatókat a Balatonpart legnagyobb városa, írja a hírbalaton.hu. Újdonság, hogy idén először Presser Gábor kezdeményezéséhez csatlakozva megrendezik a Magyar Dalnapját. A könnyűzene ünnepén a várossalvatás 50. évfordulója előtt is tisztelegnek. A program részletei már olvashatók a Siófok honlapján. Hétfőtől újabb dugók várhatók az M7-es autópályán. A sztráda mintegy 400 méteren újul meg a Letenye felé vezető oldalon Balatonvilágosnál. A várhatóan két hétig tartó munkálatok során mindhárom sávon marási, aszfaltozási munkákat végez a kivitelező. Ez idő alatt egy sávon haladhat majd a forgalom, és sebességkorlátozás is érvényben lesz. A terelés kiépítése hétfőn kezdődik. Az első ütemben a belső, majd később a külső sávot használhatják az autósok. Immár 9. alkalommal rendezték meg a Süllős Gyula emlékversenyt. A kaposvári verseny izgalmas mérkőzéseket hozott, hamarosan mutatjuk a részleteket. Évente több alkalommal vizsgálják a Balaton vizét a Limnológiai Intézet munkatársai. A Zala folyónál, a Balaton északi és déli partjánál, valamint Siófoknál a Sió csatorna mentén összesen 53 helyről gyűjtenek mintákat a szakemberek. A vizsgálatokból kiderült, a gyógyszermaradványoknak rövid távú ökológiai hatása nincsen, a kutatást azonban folytatni kell, mert a hosszú távú hatásról csak keveset tudnak. Az eddigi eredmények kimutatták, hogy a hatóanyagok emberre egyáltalán nem veszélyesek, ugyanis ha valaki egyszerre inna meg 1000 liter vizet, akkor is csak annyi hatóanyag kerülne a szervezetébe, amennyit egy tabletta tartalmaz.
Magyar nyelvű, határon túli színészosztályt indít a Kaposvári Egyetem Vidnyánszky Attila vezetésével a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az erről szóló megállapodást a Somogyi Kampuszon írta alá a Nemzeti Színház, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kaposvári Egyetem vezetése. A színészképzés mellett közös tudományos, művészeti és kutatási projektekre is lehetőség nyílik a jövőben az intézmények között. Mindenféleképpen egy nagyon fontos mérföldkő ez. Így fogalmazott a Budapesti Nemzeti Színház, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kaposvári Egyetem együttműködéséről a Somogyi Kampusz rektora. Az akkreditált színészképzés során a kárpátaljai magyar ajkú fiatalok a Kaposvári Egyetem, valamint a Beregszászi Főiskola diákjaiként tanulnak 10 fél éven át, és ezt követően kapják meg a Kaposvári Egyetem diplomáját. A Nemzeti Színház gyakorlóhelyként szolgálna a képzésben. Mintazt Vidnyánszky Attila, a Somogyi Kampusz művészeti rektor helyettese, a Nemzeti Színház vezérigazgatója elmondta, kölcsönös előnyökkel jár az intézményeknek az együttműködés. A nyertes elsősorban a Kárpátaljai Magyarság és a Beregszászi Színház lesz, miközben természetesen nem kizárólagosan ennek a színháznak fogjuk képezni a diákokat. A Beregszászi Főiskola bázisán, kaposvári tanárokkal, részben Kaposvárott is zajlani fog a képzés, és részben a Nemzeti Színházban is. Tehát erre eddig nem volt példa, ez egy különleges dolog lesz, de úgy gondolom egy nagyon logikus lépés, és a fejlődésünk, ami itt tetten érhető az egyetemen, a művészeti kar előrehaladásának egy fontos eseménye. 15 éve működik színészképzés a Kaposvári Egyetemen, amely a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával közös magyar nyelvű képzést indít. Ahogy a Beregszászi intézmény rektora fogalmazott, mint kisebbség olyan területen élnek a Kárpátalján, ahol ez idáig remények sem voltak arra, hogy bárhol is magyar színészképzést indítsanak. Mikor beindult a színház 1989-ben, akkor két színész osztály egymás után végzett, és lényegében ők adták és adják a mai napig a színház gerincét, ők szolgáltatnak, de ha azt szeretnénk, hogy legyen folytonosság és legyen jövő a magyar színjátszás számára, akkor gondolkodnunk kell abban, hogy legyen utánpótlás is. 10 fővel indulna a határon túli magyar nyelvű színészosztály. A rostákat jövő tavasszal, nyáron tervezik. Ezen a héten a gólyatáborban ismerkedtek a Kaposvári Egyetem első éves hallgatói, akikre pénteken már a tanévnyitó ünnepség várt. A négy karon mintegy 1000 fiatal kezdi meg tanulmányait a jövő héten. Szávai Ferenc rektor kiemelte, fontos visszajelzés, hogy a demográfiai válság ellenére is sikerült növelni a hallgatói létszámot. Idén közel 900 diák kezdi meg nappali tagozaton a tanévet a Kaposvári Egyetemen, amelyet helyi és környékbeli településen élő fiatalok is választottak. Közel van, ugye itt lakom, és így egyértelmű volt, hogy ez lesz a választás. Mind a négy kar képzései keresettek a hallgatók körében. Ez is érdekelt, tetszik, tehát a tanítás maga és a gyerekekkel való foglalkozás. Mint azt az egyetem rektora kiemelte, nem csupán egy kézzel fogható diplomát szeretnének adni a hallgatóknak, hanem ezáltal olyan tudást, amellyel megállják helyüket. Nekünk olyan diplomát kell adni, úgy tudjuk értelmezni, hogy azzal, ha bármiféle változás áll elő, és nem pont ugyanaz a szakmaterület, hogy tudjon megújulni az illető, illetve tudjon váltani akár, tudja kezelni a problémát, és egy hasznos diplomája legyen a kezében. A nappalisok mellett levelező tagozatosok, a doktori képzésben résztvevők, valamint külföldi hallgatók egyaránt megkezdik a tanévet a Kaposvári Egyetemen. Évek óta azt kell mondanom, hogy a pedagógiai kar az, amelyik ugye tömegével tudja a képzéseket ide vonzani, mert évek óta van egy olyan vertikuma, ami csecsemőtől egész a gyógypedagógiai nagyon kedvelt. De hát természetesen a legerősebb és a legjobb oktatói gárdával az agrárkar rendelkezik. Ezt mutatja egy országos viszonylatban készült felmérés. Ez szerint a gazdaságtudományi kar oktatói minősége a harmadik, a pedagógiai karé pedig a 8. rangsorban. Tisztelet, küzdés és alázat. Ezekre neveli a fiatalokat a box. Erről beszélt Erdei Zsolta, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke a 9. Süllős Gyula emlékversenyen. A kaposvári vigasságok terén a hazai sportolók mellett debreceni,
kőszegi, valamint ukrán és szlovák versenyzők is ringbe szálltak. Az eseményt a Miénk a város elnevezésű programsorozat keretében szervezték meg a megye székhelyen. Kedves és szomorú pillanat is ez számomra, hiszen én máron több mint 9 éve vesztettük el idősebb Sűrűs Gyula urat, édesapámat, egy rendkívül jó embert, a box támogatóját, ahogy mondom, mecénását is, aki mindazt lehetővé tette. Édesapját méltatta megnyitó beszédében Sűrűs Gyula. A kaposvári sportolók és fiatalok egykori támogatói emlékére immár 9. éve szerveztek boxversenyt a megye székhelyen. Nagyon készültek, ez nekünk egy nagyon meghatározó verseny, ugyanis az őszi magyar bajnokságnak az első felkészülési versenye, illetve hát a névadó szponzorunk, a legnagyobb támogatónk, idősebb Sűrűs Gyula megemlékezése, ez nekünk egy nagy ünnep, úgyhogy a gyerekek ezt mindig örömmel várják. A kaposvári sportolók mellett Debrecenből, Kőszegről, Dunaújvárosból, valamint Ukrajnából és Szlovákiából is érkeztek boxolók a 9. Sűrűs Gyula emlékversenyre. 2 éve boxolok, szeptemberben kezdtem, és azért változtam, mivel eléggé rossz gyerek voltam, sok volt velem a probléma, és így ajánlották, hogy inkább töltsem ki boxot. A fiatal sportolók a nagyokhoz méltó küzdelmeket mutattak be a kaposvári Vigasságok terén, ahol a nézőtér is megtelt érdeklődőkkel. Folyamatos az éles küzdelmeket nagyon szeretem, szeretek elég bunyózni. Az emlékversenyre a magyar ökölvívás legendás alakja is ellátogatott. Erdei Zsolt úgy fogalmazott, a most felnövekvő magyar boxgeneráció visszahódítja a sportág hírnevét. Aki bemegy a szorítóba, ott élet-halál küzdelem van. Tehát ez tény, tehát ez megtanítja az embert harcolni, megtanítja küzdeni, megtanítja tiszteletre, megtanítja alázatra. Ez a verseny ugyanolyan jelentőséggel bír, mint mondjuk a magyar bajnokságok, vagy azok a nemzetközi tornák, amiket ugyanúgy rendezünk. Ezeknek a srácoknak fontos az, hogy sok mérkőzésük legyen, hogy tapasztalatot tudjanak meríteni, hiszen a tapasztalati tudásnál én azt gondolom, hogy nincsen jobb. Aki valamilyen érzést megtapasztalt, az már tud róla hitelesen beszélni. A Sűrűs Gyula emlékére szervezett boxgálát idén ismét a Miénk a város kulturális programsorozat keretében szervezték meg. Tavaly volt az első alkalom, amikor megkerestek bennünket, hogy adjunk teret ennek a versenynek. És arra gondoltunk, hogy mivel Somogy megyei fiatalokat is felkarolt annak idején, és sportolást adott lehetőséget idősebb Sűrűs Gyula, hogy jó helyen van Kaposvárott ez a verseny, és mint látjuk, sokan is vannak. Azért a 0. napra került, mert tényleg ez egy kicsit más, ez egy kicsit valóban a program felütése. A Miénk a város egész hétvégén színes programokkal várja az érdeklődőket a Somogyi megye székhelyen. Pusztulnak a busák a Desedában, írja a Sonline. Ez pedig a plusz munka mellett komoly anyagi kiadást is jelentett a Kaposvári Sporthorgász Egyesületnek. Számításaik szerint eddig 2,5 millió forintba került, hogy kiszedték és elszállították a tetemeket. Idén sokszor 27-28 fokig emelkedett a vízhőmérséklete. Ez is okozhatja a busák pusztulását. A legnagyobb problémát mégis a különféle kemikáliák jelentik, hiszen gyakran előfordul, hogy helikopterrel permeteznek és vegyszer kerül a tóba. Több mint 25 millió forint bírságot szabott ki a Nébika nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés során július 1 és augusztus 20 között 303 esetben született elmarasztaló határozat, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Hivatal. Az Állami Halőri Szolgálat halőrei 71 Balaton környéki és 65 dunamenti vendéglátóhelyen ellenőrizték az eladásra kínált halak és haltermékek származását. A bírságolt vendéglátó egységek között több balatoni egység is volt. Kifutott az első balatoni médiahajó, a tó jövőjéről tanácskoztak a térség meghatározó szereplői. Összefogtak a kárpátaljai magyar színjátszásért, színész osztály indul Beregszászon. Alázatra tanít az ökölvívás, a Vigasságok terén csaptak össze a sportolók. Adásainkat már élőben is követhetik, hogyha a www.somogytv.hu-ra kattintanak. Csapadékmentes, kellemes idő várható a hétvégén, hamarosan visszatérünk az időjárással.